Köszöntöm a nézőket, a Szinergia magazint látják. A területen zajló munkálatokból is látszik, hogy új, a korábbinál intenzívebb szakaszához érkezett a Paks 2 beruházás. A projekt számos kulcsfontosságú engedélyt kapott meg a nyár folyamán. Az Országos Atomenergia Hivatal 2 éves összetett felülvizsgálat eredményeként augusztus 25-én adta ki a paksi atomerőmű 5-ös és 6-os blokkjának létesítési engedélyét. A létesítési engedély az egyik legfontosabb hatósági dokumentum a Paks 2 beruházás történetében, azt igazolja, hogy az új paksi atomerőművi blokkok építése megfelel a legszigorúbb magyar előírásoknak és követelményeknek, egyúttal összhangban van a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség biztonsági előírásaival. Szintén kiemelt mérföldkőnek számít, hogy a hatóság kiadta az 5-ös blokki reaktorépület és a nukleáris sziget további 6 épületének építési engedélyeit, valamint a hosszú gyártási idejű berendezések, reaktortartályok, olvadékcsapdák gyártási engedélyeit. Az olvadékcsapdát és a többi nagy berendezést vízi úton szállítják majd az építkezés helyszínére. Idén augusztusban adták át annak a nagy teherbírású útnak az egyik szakaszát, amely a kikötőt összeköti az építkezés helyszínét. Aki Paks környékén jár, az maga is láthatja, hogy javában folyik a munka, mint egy 200 munkagép és jármű, dózer, kotró, teherautó, traktor és terepjáró dolgozik az új blokkok területén. Ássák a munkagödröt a paksi atomerőmű 2 új blokkjának helyszínén. Az első szakaszban eltávolítják a talaj felső rétegét az 5-ös és 6-os blokk területén, majd az 5-ös blokk területén a talaj vízszintjéig 5 méter mélységig termelik ki a földet. A teljes kitermelt földmennyiség várhatóan megközelíti az 1 millió köbmétert. Ennek felét szeptember 2. felére már kiemelték. A mínusz 5 méterig történő talajkiemelést követően a munkagödör végleges kialakítása az 5-ös és 6-os blokk területén egy újabb hatósági engedélyezési eljárást követően az OAH engedélye alapján folytatható. A munkagödröt a szükséges engedélyek birtokában mélyítik tovább. Mélysége egyes helyeken meghaladja majd a 23 métert. A mínusz 5 méteres szintről biztonsággal elvégezhető a talajfolyósodást megakadályozó talajszilárdítás, és megépíthető a talajvizet a munkagödörből kizáró résfal. A munkagödröt tehát egy résfallal veszik majd körül, ennek kivitelezése az 5 méter mélységű munkagödör kialakítása után kezdődhet meg. A résfal kialakításához szükséges engedélyt is megkapta már a Paks 2 ZRT. Az új blokkok üzemi épületeinek alapozása különösen a reaktorépületeket is magában foglaló nukleáris sziget alatt, jóval a területre jellemző talajvízszint alatt történik majd. Az építési munkák végrehajthatósága érdekében minimalizálni kell a munkagödörbe beáramló talajvíz mennyiségét, amit az 5-ös és 6-os blokk területe körüli résfal biztosít majd. A résfalnak biztonsági szerepe is lesz. Feladata, hogy az 5-ös és 6-os blokk kivitelezése során a paksi atomerőmű üzemelő blokkjai környezetében a talajvízszint változás minimalizálásával biztosítsa az üzemelő blokkok épületeinek, építményeinek biztonságát. A vízzárógátként funkcionáló résfal tervezett vastagsága 1 méter, kerülete a tervek szerint meghaladja a 2,5 kilométert. A résfal kivitelezését tesztmunkálatok előzik meg. A 2022. augusztusában megkezdődött munka célja, hogy értékelni lehessen a megvalósítandó résfal és a tervezett víztelenítés megfelelőségét. Segítségével pontosítani lehet a résfal tervezett technológiáját és a víztelenítés terveit.
A Paks 2 projekt egy komplex, sok szakterület összehangolt munkáját igénylő beruházás, amelyben folyamatosan szükség van az új szakemberekre. A társaság éppen ezért rendszeresen jelen van állásbőrszéken. Az őszi, téli, tavaszi időszakban számos szakmai kiállítást, konferenciát, állásbőrzét rendeznek. A Paks 2 ZRT 2018 óta vesz részt ezeken. Idén ősszel is több állásbőrzén jelenik meg a cég egyedi tervezésű standja, különös tekintettel mérnöki, műszaki, informatikai, gazdasági állásbőrzékre. Ezek egyike a Jobverse, amelyet szeptember 21-én és 22-én rendeztek meg Budapesten. Mi szervezzük azt az állásbőrzét, ami itt van mögöttünk, a Jobverse állásbőrzét, aminek az egyik fókuszpontja az élményközpontúság, az, hogy minél közelebb hozzuk a látogatókat a kiállítóinkhoz, és minél inkább betekintést adjunk a kiállítóinknak a mindennapjaiba és az általuk fejlesztett érdekességekbe. A cégünk már lassan 20 éves, 2006 óta szervezünk kisebb-nagyobb állásbőrzéket. Hosszú ideig mi szerveztük az ország egyik legjelentősebb rendezvényét. Ennek a Covid-válság vetett véget. Az elmúlt 2,5 évben pedig virtuális rendezvényeket szerveztünk, és a 2,5 év kihagyás után ez a rendezvény itt mögöttünk az, amivel megújultan tértünk vissza, és élőben is találkozhatunk a látogatóinkkal, kiállítóinkkal. Több mint 100 kiállítónk van, szám szerint 106, akik várják a látogatókat, és amennyire csak lehet szélesre szerettük volna tárni a kapukat, azaz ez a rendezvény nem csak a pályakezdőknek, diákoknak, hanem a tapasztalattal rendelkező szakembereknek is szól, és nem csak a diplomásoknak, hanem olyan pozíciókban is, ahol a középiskolai végzettséggel, de akár alapfokú végzettséggel is lehet találni olyan lehetőségeket, ahova szívesen elmenne az álláskereső dolgozni, vagy akár csak váltana a jelenlegi munkahelyéről egy jobbra. Ez a tapasztalatunk, hogy nagyon sok, főleg a pályájuk elején lévő diákok nem tudják pontosan, nincs is sokszor lehetőségük felmérni azt, hogy a szakmájukban mennyi lehetőség van, és mivel foglalkozhatnának. És hogyha valaki, mondok egy példát, informatikusként vagy gazdasági szakemberként végez, akkor milyen széles az a skála, ahol ő elhelyezkedhet, és mi mindent csinálhat. És az volt a célunk, az volt a víziunk, hogy egy picit betekintést nyújtsunk a cégeknek a mindennapjaiba, és a kiállítóink minél inkább, minél nyíltabban megmutassák magukat, és aktivitásokon keresztül, élményeken keresztül közelebb hozzák a saját világukat az álláskeresőkhöz, vagy éppen csak az érdeklődőkhöz, akik szakmai érdeklődőként vannak jelen ezen a rendezvényen. A Paks 2 ZRT standja a látogatók és a szervezők szerint is impozáns, a közvetlen találkozás lehetőség arra, hogy az érdeklődők ne csak az aktuális karrier és képzési lehetőségekről tájékozódhassanak, hanem feltehessék kérdéseiket is. Miről is szól a nemzet beruházása? Hát egészen más a sajtóban olvasni, és egészen más megvalósulni, látni, és egészen más lehet, gondolom, ott dolgozni. Egészen más az, amikor úgy tapasztalunk meg valamit, hogy megfoghatjuk, beleülhetünk, élő személlyel lehet beszélni, úgy lehet kérdezni, hogy ott mögötte nem egy virtuális kép van, hanem egy húsvér ember, és akinek a gesztusaiból, a hozzáállásából következtetni lehet arra, hogy most ő szeret az adott cégnél dolgozni, és mit szeret a szakmájában, és nem csak egy marketing szöveg van mögötte, amit kommunikál a cég magáról, hanem tényleg egy emberi beszélgetés tud kialakulni. A Paks 2 ZRT állandó szereplője a Műegyetem, az Óbudai Egyetem és a Debreceni Egyetem állásbőrzéinek, a Pécsi Pollák Expónak, a Dunaújvárosi Egyetem karriernapjának és az ESZI pályaorientációs napjának, mert az intézmények képzési profilja, illetve az Expo profilja egybevág a cég munkaerő igényeivel, így várhatóan a következő időszakban is találkozhatnak az érdeklődők a Paks 2 ZRT standjával a különböző állásbőrzéken. Meg akkor annyi, hogy plusz 1,7-2 között használd.
log 3-ba. És a másik kamerát meg ide rakjuk. 20 éve vettem életemben először fényképezőgépet a kezembe. Ez a 8. fényképezőgép, amit már így elhasználok gyakorlatilag, és így megy szerettem, mindenki így ismer engem, hogy fekete póló, a vállamon a táska, kezemben a fényképezőgép. Babai István vagyok, fotós operatőr. Én is támogatom az új atomerőmű megépítését. A karrieremet azt televíziós szerkesztőként kezdtem még 2000-ben, amikor a Telepaksnak volt egy mozi műsora, amit Gosztonyi Zsolti vezetett, és kiment Amerikába, és akkor én lettem a műsorvezető szerkesztő. Volt egy csomószor olyan, hogy mondtam az operatőröknek, hogy jó, megcsináljuk az interjúkat, a riportokat, én azt megcsinálom, de utána te ülj le, én majd forgatok is. Úgyhogy ilyenkor először a tévékamera nőtt a kezembe, és aztán 2010 körül valahogy, amikor fényképezőgépek kezdtek el forgatni a reklám és a videoklip szakmába is, meg a rövidfilmes szakmába is, akkor én úgy gondoltam, hogy szeretnék egy kicsit kísérletezni ezzel a technikával, és akkor hobbiként így elkezdtem fotózni, ha már ugyanazzal a technikával vagyunk, amivel forgatunk. Én nem tudom teljesen elkülöníteni a fotó és a film világát, mivel én alapvetően filmesnek gondolom magam elsődlegesen, és ez ugye gyerekkoromból adódik, még a régi VHS korszakból, amikor az ember bement a videótékába, és akkor ezeket a nagy amerikai klasszikusokat, hogy Cápa, Forrest Gump, Jurassic Park, stb. Kikölcsönözte, és ezen nőtt fel. És nekem mindig az volt a cél, hogy egyszer valami olyat sikerüljön csinálni, akár egy-egy olyan snittet, vagy egy-egy olyan fotót, ami bárhol a világon, bármilyen profi produkcióban megállná a helyét. Kövi Gergő kollégámmal 2008-ban elkezdtünk rövidfilmezni, hogy valami olyasmit is csináljunk, amiben ki lehet élni a művészi hajlamokat. És az első rövidfilm, ami még a régi klasszikus televíziós technikával készült stúdióba, az volt a Négy Lövés című filmünk, ami nagyon nagy meglepetésre egy közönség díjat nyert. És ez akkor egy óriási siker volt, mert ez egy országos pályázat volt. Utána pedig nagyon sok kisebb, nagyobb rövidfilmet készítettünk, amivel én azt mondom, hogy ami az országban létezik amatőrfilmes verseny vagy pályázatot, mindig hát vagy megnyertük, vagy valami első háromba benne voltunk. Én nagyon szeretek emberekkel dolgozni, ezért a portréfotózás egy rendkívüli kedvencem. Például nagyon örömet okoz, amikor mondjuk szép fényekbe egy naplemente környékén, mint hogy most vagyunk, kijönni, akár ide a cseresznyési erdőbe portrét fotózni. Például az a típus vagyok, aki nem szeret sokáig ülni egy ilyen jellegű anyagon, tehát amint kész vagyok, rögtön be a gépbe, azonnal meg kell nézni, hogy mit alkottunk. Ha rövid filmeztünk is, vagy bármilyen portréfotózás volt, akkor is még éjjel, másnapra már mindig volt valami variáció belőle, hogy nézzétek, ez valahogy így fog kinézni. Nekem a technika egy nagyon fontos része volt mindig ennek a szakmának, ugye ez egy technikai szakma, tehát itt nem lehet elkerülni, hogy ne a legmodernebb, legprofibb eszközöket használd, és én erre mindig nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem. Ennek most például egy nagyon jó példája volt, hogy volt a Ladik Egyesület által bemutatott Duna filmünk, amiben olyan felvételek is vannak, ami 2012-ben forgott, és a mai napig megállt a helyét, akár a nagy mozivásznon is. Néhány évvel ezelőtt készítettünk egy átfogó reklámkampányt az atomenergiának az emberi arcáról. A térségben élőkkel készítettünk fotósorozatot és videósorozatot. Rendkívül jó érzés volt, amikor ment az ember Budapesten, pont moziba mentünk, és akkor egyszer csak az egyik buszmegállóban az én fotómmal szembesültem egy óriás plakáton. Azt gondolom, hogy nekünk paksiaknak és a Paks környékén élőknek gyakorlatilag ebben a nehéz helyzetben majdnem, hogy a túlélés záloga, hogy itt épül az új atomerőmű, mivel gazdaságilag és területfejlesztés szempontból is nagyon-nagyon fontos, meg munkahelyek szempontjából is. Amikor én ebben a szakmába kerültem, nekem nagyon fontos volt az, hogy valamilyen szinten az ember nyomot hagyjon a világban maga után, és ennek egy nagyon jó módszere az, hogy fényképeket, videófelvételeket, akár filmeket készítesz, amire akár 100 év múlva is visszatekintenek. Különösen igaz ez arra, amikor egy új atomerőmű épül gyakorlatilag itt a szemünk előtt, és lehet, hogy 100 év múlva pont az én fotóimat fogják nézni erről az időszakról.
A Paks 2 ZRT folyamatosan jelen van a térség különböző rendezvényein egy pavilonnal, amelynek belső oldalain minden fontos információ megtalálható a Paks 2 projektről, Magyarország energiafelhasználásáról, a hazai energiamix alakulásáról. A cég munkatársai személyesen tájékoztatják az érdeklődőket a pavilonban a projektről, a felnőtteket kvízzel, a gyermekeket logikai játékokkal, kirakókkal, óriás kirakókkal, színezőkkel várják. Az elmúlt 4 évben megyei, városi, kulturális és sportrendezvényeken jelentek meg információs sátrukkal. Ezen időszak alatt 23 településen összesen 36 alkalommal állították fel a pavilont, és több mint 3500 látogatót fogadtak. Megjelentek Györkönyben, Pusztahencsén, Bonyhádon, Dunaföldváron, Kaposváron, a Dunatúl partján Homokmégyen, Ordason, Kalocsán. Idén nyáron 15 alkalommal vertek sátrat a környék rendezvényein. Szeptember első hétvégén például 2 helyszínen jártak. 9-én, pénteken délután a 31. Csíplek Kalocsa Paprika és Gasztrofesztiválra, majd másnap a gerjeni szüreti és falunapra települtek ki az információs sátorral. A Szinergia magazint látták, kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!